Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam, mint minden jóslásnál 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10 000 forint. És ez a felvétel megjelenik március 4-én, ezen a napon a Hold, a védikus asztrológia szerint a Mula Holdházban van. Ez a Mula Holdház lefordítva a gyökereket jelenti. Ez utalhat a mi őseinkre, vagy jelentheti azt is, hogy mennyire fontos a biztonság érzete, ahol le tudunk gyökerezni. Ez lehet a hivatás, ez lehet az anyagi biztonság, ezek lehetnek családi kapcsolatok, vagy a biztonság érzete a párkapcsolatban. Ezen a napon, március 4-én van egy jó kapcsolat Merkur bolygó és Uránusz bolygó között. Uránusz bolygó az lehet egy váratlan esemény, egy meglepetés. Merkur bolygó által ez lehet egy szép beszélgetés, egy jó hír, amire nem számítottunk. Uránusz bolygó jelenti a változásokat is, ez lehet munkahelyi változás, ez lehet költözködés, vagy valami változik a párkapcsolatban, és Merkur bolygó segít, hiszen akkor lesz egy jó hír, lesznek beszélgetések, lesznek előnyös szerződések. Itt lehet most cselekedni. Ezen a napon, március 4-én a Hold és Neptun bolygó nincs jó kapcsolatban. Neptun bolygó ebben az esetben jelenthet csalódásukat. A Holdnál néha az anyukáról van szó, vagy anyai témákról, vagy gyermekkori emlékekről, itt lehet egy feszültség. De Neptun bolygó jelentheti az álmokat, az elképzeléseket is, és a Hold gyakran utal az érzelmeinkre. Mivel itt nincs most jó kapcsolat, lehet, hogy vannak elképzelések, de úgy érezzük, hogy ez nem valósul meg, csalódottak vagyunk. Szerencsére a Hold gyorsan mozog, és hamarosan eltávolodik ettől a kellemetlen kapcsolattól, és akkor javul a helyzet. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák, az ő gondolatai. A kereszt jelentheti az ő hitét, de jelent döntéseket is, hiszen ő elérkezik most az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. És a gólya jelenti a változásokat. Vagy változik a hozzáállása, vagy lesz egy munkahelyi változás, vagy lesz egy költözködés. Amit a kereszt még jelenthet, amikor a sors udadok kereszteződik, hiszen találkozni akar veled. Az ő érzelmei. Ő áll itt a középpontban. Körülötte forog a világ. De ő kiegyensúlyozott, hiszen itt a csillagok szerencsét hoznak, megvan nála a bizalom is, mert tudja, érzi, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban megvan írva.
És mit fog tenni? Ő látni akar téged. Tehát nem csak ő fontos, hanem te is. És az utak jelentik azt, hogy lesz egy találkozás, hiszen a sors utatok kereszteződik, vagy lesz egy új iránydöntések, hasonlóan, mint a keresztnél, amit az utak itt még jelenthetnek, hogy ez a férfi útban van hozzád. Mi fűz össze benneteket? Ezt jelenti a magyar kártya, amit a férjem készített. Itt az E betűről van szó. Ez lehet egy név, mint például a férjemnek a neve, hiszen őt Elmárnak hívják, de lehet egy más név is, Emil vagy Erika, amit az E betű még jelentett, egy város, mint például Eger, vagy egy fogalom, egy, vagy egyedüllét. A régi írásmód itt van középen, a rovás írás, ennek van egy szimbolikus jelentése. Itt középen, ez olyan, mint egy C betű, ő megpróbál bizonyos dolgokat elkerülni, de nem tudja, mert oda kell figyelni erre, hiszen kereszteződik itt az ő élet útján. Ezek lehetnek találkozások, ezek lehetnek bizonyos témák, amit neki most meg kell oldania. A napi energia itt látható, én imádom ezt a kártyát, de a kép jelentése nem mindig ugyanaz, mint a tárónak a jelentése, de én a képekre figyelek oda, hogy mit közöl számomra ez a kép. Lehet, hogy most úgy érzed, hogy valaki becsukta az ajtót a hátad mögött, és egyedül hagyott, de azért legyen meg a bizalom, mert ez az ajtó újra kinyílik, tehát uralkodja a helyzet felett, megpróbáld meg ezt így elviselni. Az is lehet, hogy például a munkahelyen úgy érzed, hogy mások téged kiközösítenek, nem tartozol a csoportba. De őrizd meg a nyugalmadat, a bizalmadat, majd változni fog a helyzet magától. Ne légy szomorú. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra. A véleményedet leírhatod a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja kalendáriumról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!